Megszépült a nagykálói Szent Mihály főangyal görögkatolikus templom. Már 1634-ben állt valószínűleg ez a város legrégebbi épülete. Régészeti vizsgálatok szerint a templom szentély része a legrégebbi, 4-500 éves, de az alapjai az Árpád-korból valóak. A turisztikai projekt a nyírség kiemelt jelentőségű kulturális és természeti értékeit erősíti. A rossz állapotú, de értékes műemlékek felújítása Nagykáló esetében a helyi hitélet ápolásához is sokat hozzátett. Minden megújult, tehát külső-belső felújítás volt, ugye ez érintette az elektromos hálózatot is, a padlózatot, tetőt, mindent. Csapadékvíz elvezetés is megoldódott, tehát most már, ha minden igaz, akkor nem fogunk így tavasszal sárban tocsogni, hanem van egy gyűjtő tartály, ahová csapadékvizet elvezetik. Nagyon remélem, hogy hozzájárul Nagykáló városának, a görögkatolikus felekezetnek is egy kicsit a lelki megújulásához, mert ugye egy templom azért nagyon sok mindent kifejez, nagyon sok mindent megmutat, és úgy gondolom, hogy itt a támogató hatóság révén ez a közösség megkapta azt, amit esetleg, amire nem azt mondom, hogy nem igénye, de tehetsége, tehetősége nem volt, és ez nagyon, nagyon jól esik, és nagyon azt látom, hogy egy új gondolkodásmód indult el, az emberek tele vannak ötletekkel, tervekkel. Baracsi Endre kiemelte a vármegye középkori templomainak turisztikai jelentőségét. Ennek nagyon komoly jelentősége van, pláne itt úgy gondolom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a középkori templomok is található, az arra ahhoz kapcsolódó turisztikai látványosságok. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nálunk a vármegyében, hogyha valamire kellő hangsúlyt kell fektetni, azok a templomok, a templomokba található örökségeink, és a templomokhoz köthető turisztikai fejlesztési lehetőségek is. És hát mai napon is pontosan ezt a célt szolgálva vagyunk itt egy konferencián, hiszen itt Nagykálóban is megújult a görögkatolikus templom, amely aztán közösségi térként is funkcionál majd a későbbiekben. Tehát a turisztikai fejlesztések mellett, az örökség turisztikai fejlesztések mellett azért itt markánsan megjelenik az a közösségépítő tevékenység is, amely úgy gondolom, hogy az egyházakhoz kell, hogy kapcsolódjon, hiszen a gyülekezetek azok erős bástyái egy-egy településnek, egy-egy egyháznak. A beruházás segítségével megtörtént a templom statikai hibáinak helyreállítása, a tetőszerkezet cseréje a hajó fölött, bádogozás, villámvédelem, csapadékvíz elvezetés, továbbá kialakításra került egy kerékpártároló is, ezzel is kedvezve az idelátogatóknak.